Ez mi? Felrobbant Pleasant meg Boney Burps. Meg Misty Bassből csapott belement egy eszem. Osztam, ugye ez jól néz ki, ez jól néz ki. Na sziasztok, most értem haza iskolából, és egyből már nyomtam be a gépet, mivel együtt megnézzük a Season 8-as Battle Pass-t. Kíváncsi vagyok, hogy mit alkotott a Fortnite, de hát kezdjük is. Mondjuk az ajtót azért becsukom, anya nehogy megverjen, hogyha ordibálok. Van itt rajtam gatya. Azt tudjuk, hogy a kockák a Kevinek visszajöttek és szétbombázták a szigetet. Mi az a majom ember? Na nézzük, mi van ezzel a kockával. Ó, tetszik ez a transition. Aha. Tipikus Kevin. Az komoly, Kevin ne lőjétek sose, srácok. Ez az egy szabály, Kevin sose lőd, mert hát nem tudom ki tudja, de Kevin csinál valamit, hogyha elkezded lőni. Aha, és jönnek ilyen zombik, jó. Jó van. Ojjaj. Már be vagyunk kockázva. Ez micsoda? Visszajött a Visitor! Hát srácok, visszajön a régi map! Hála az égnek, Battle Pass. Jó, ezt akarjuk megnézni, jó. Szóval akkor megint visszajönnek ezek a... itt tudjam én micsodák? What the fuck? Ez meg milyen lény? Ja, ez a Venom. Ezek vannak gondolom a Battle Pass-ban. Jó, én már a Battle Pass-t akarom nézni. Na, itt is van. Venom. Na jó, van, megnézzük majd. Bye, Battle Pack. Hol van Naruto? Srácok, hogyha szeretnétek támogatni a csatornát, akkor hogyha megveszitek a Battle Pass-t, ne felejtsétek el beírni a KDS kódot az item shopba. Remélem rám gondoltok majd a Battle Pass megvételekor. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki az én kódommal veszi. Hihetetlen sokat segít, nem is tudjátok. De hát akkor nézzük. Bye Battle Pass. Tier 1-es skin, Charlotte. Kicsit fura az orra. Ez ilyen emós csaj. Nem mintha lenne baj az emósokkal. Semmilyen fajta leaket nem láttam, szóval ha így mondjátok, hogy ez valami leak, vagy nem tudom, meg hogy ezt már tudnom kellett volna, akkor tudjátok, hogy semmiféle leaket nem láttam. Oké, akkor nézzük! Itt a Battle Pass. Jó, ilyen bannereket nem fogunk nézegetni, mert ilyeneket hidegen hagynak. Hoppá, már 100 V-bakot, gyűjtsük is be egyből. Ez az első dolog. Jó, van akkor nekünk egy ilyen, hogy Charlotte. Egy Fistic skin, csak ilyen Mickey Eggeres kiadásba, jó? Nem, nekem nem jönnek be az ilyen kartonos skinek, hogy őszinte legyek. Nézzük. A Naruto! Azt hol van Naruto? Ez a nagy kérdés számomra. Ketyeg az óra. Majd meglátjuk ennek, lehet, hogy lesz valami köze a storylinehoz. What? Ez rohadt jól néz ki. Ez nem egy Naruto, de... Sheesh. Jó, ez tetszik. Ez mindenképpen egy 10x8-as skin. 10x8 és feles. Tudjátok, hogy 10x8 és feles. Átkapunk egy ilyen tipikus gitárt. Ilyen gitárban már behoztak vagy 5000-et. A backbling, meh. Nye, jól van. Ennyi, menjünk tovább. Csak a lényeget nézzük. Glider, Ratyi, soha nem használnám valószínűleg. Ez a backbling is Ratyi. Ez ilyenből is már van 5000 darab. Nézzük a skint. De miért ilyen csúnyák mostanában a Fortnite karakterek? Szóval, hogy ennek is nézzétek már meg az orrát. Mint hogyha egy férfi lenne, csak női testbe. Vagy csak én veszem ezt észre?
Ó, és még mutatja nekünk, hogy izécs. Jó van, inkább menjünk tovább. Ez a skin nem annyira tetszik. Így ezzel a kabáttal, ezzel nem néz ki szarul. Azért be kell vallani, ezzel a kabáttal nem néz ki szarul. Most mondjátok meg. És Fábio Sparkle Manne. Ez mekkora skin? Azt a segget figyeljétek. Mármint nem, mintha az lett volna az első dolog, amire néztem, de ez mi a... ez micsoda? Csinálja a skint a designer, és akkor odaáll mögé a boss, hogy nézze, hogy mit csinál, és akkor csinál egy ilyen segget, csinál egy ilyen karaktert, és akkor így vállon tapogatja, hogy szép munka, szép munka. Ez amúgy, hát mit mondjak, egyedi skin. Nem hinném, hogy valaha használnám, de jól néz ki igazából. Már csak ezért is megéri megvenni a Battle Pass-t a KDS kóddal, mert szerintem, hogyha customozunk, akkor ez lesz a testőr skin. Aki tudja, tudja. Tovább. Arany Fábio galaxi hajjal. Sheesh! Na ez nem... amúgy... Kezd egyre jobban tetszeni ez a hal. Nem hal. Mi ez? Ló. Majom ember! Na ez tetszik. Chomsky. Na ez tetszik. Ezt nézzétek meg, milyen faszára megcsinálták. Szerintem a legjobb skin a Battle Pass-ban. Eddig olyan nagyon fasz a csákányt, wrappet, hátizsákot nem nagyon találtam, szóval ebből csak a skinek a nagy durranások igazából. Tovább. What? Piroska csak más szín kombinációba? Vagy mi ez? Akárki akármit mond, tetszenek benne a színek, igazából kicsit olyan basic, de ez ilyen 10/6-os nekem. Ez a majom, ez 10/9 legalább, mert ez egy zseniális ötlet. Ha nézem csak ezt a rappet. Ez azért nem. Ez tetszetős. Ez az egy dolog, ami tetszik még. Ó, hogy ez át tud alakulni. Így már, hogy látom, hogy át tud alakulni, így már azt mondom, hogy egy 10/7.5-re felment nekem. Ne! De csúnya vagy, hallod? Akartam valami szépet mondani, de nem tudtam egyszerűen, mi ez? Hogy néz ez ki? Gondolom nem is arra mentek, hogy ez ilyen habos-babos szép skin legyen. Jó, amúgy alapból ennek a színe szerintem ocsmány, vagy hogy mi ez, ilyen salak színe van. Jobban örültem volna egy Naruto-nak őszintén. Nekem a kedvenc skinem ebből a Battle Pass-ból mindenképpen a csimpánz. Szóval ez a csávó, ez zseniális. Nézzetek már rá, csak úgy nézzétek meg. A kommentben mindenképpen írjátok le, hogy nektek melyik tetszik a legjobban. Jó, hát én azt mondom, hogy csapjuk fel a Battle Pass-os skint és próbáljuk ki in-game. Csak megszerezzük az első winünket a Fortnite-ba, ne felejtsétek el bemenni az item shop-ba. Ide írjátok be a KDS kódot. Akcepteljétek le, de hát akkor nézzük, hogy mit tudunk alkotni a Season 8 első meccsében.